Lead Yourself, azaz vetkezett be az irányítást, ezzel a szlogennel végzi munkáját, és alapított egy mozgalmat. Sós Dávid, tréner, coach, szervusz, üdvözöllek nálunk. Szia! Sziasztok, köszönöm szépen! Azt gondolom, hogy vetkezett be az irányítást, ez egy ilyen nagyon, nagyon jól hangzó mondat, de ezt sokkal nehezebb megtenni, mint mondjuk pólóra nyomtatni. Ebben biztos vagyok, de viszont sokkal jobban jársz, hogyha megteszed, mint hogyha a pólódra nyomtatod. Oké, ebben biztos vagyok, de hogy mi a módszer, amivel jól kezünkbe vehetjük az irányítást? Hát például most kitettem egy videót, ami az élettortamodellről szól, és azt gondolom, hogy ez egy tökéletes eszköz arra, hogy a kezedbe vedd különböző életterületeiden az irányítást. Ez az élettortamodellhez visszatérünk, ezt én is megnéztem, és azonnal nagyon meg is ijedtem. Viszont ez az a témakör, tényleg nagyon megijedtem, ez az a témakör, amiben tényleg egy kicsit sem szabad általánosítani, hogy ki hol tart az életében, ki hol akad el. Ha tudsz mondani pár dolgot, egy-kettőt, hogy mik azok a problémák, amikkel hozzád fordulnak, mi az a leggyakoribb probléma, amit kiemelnek, és amit szeretnének megoldani az emberek. Igen, azt gondolom, hogy ez egy nagyon összetett dolog, hogy ugye ki hol van éppen elakadva az életével. Hozzám többségben olyanok fordulnak, akik vagy a vállalkozásukkal, vagy az üzleti életükkel, akár alkalmazottként, vállalkozóként elakadtak, és azt szeretnék, hogy abban segítsek. Aztán mindig odajuk adunk ki, hogy itt igazából az alapokkal van probléma, és ővele az életében különböző területekkel. És ezeket szoktam megnézni, hogy akkor nézzük meg az összes területet, térképezzük fel, és nézzük meg, hogy honnan hova szeretne eljutni. Aztán erre különböző stratégiák tudunk felállítani. Ez lehet önbizalomhiány, ez lehet az, hogy azt érzi, hogy nem vagyok elég jó, nem vagyok elég okos, nem vagyok erre képes. Bármilyen ilyen dolog. Általában egyébként félelmek azok, amik ugye minket visszatartanak. Jó, de egy-két éve már abszolút a köztudatban van, hogy ugye vannak ezek az évrendező füzetek, amiket lehet kapni, az ember kitölti, és akkor az év végén szembesül azzal, hogy mi az, ami sikerült, mi az, ami nem sikerült. Na jó, de ez azért nem torta. Nem. Én azt gondolom, hogy ezek nagyon jók egyébként, ezek az évtervező füzetek, tehát abszolút nem azt mondom, hogy az egyik jobb, mint a másik. Mind a kettőt érdemes megcsinálni. Nekem az túl hosszú folyamat, túl összetett, túl bonyolultnak nem nevezném, de az élettorta nagyon egyszerű. Minden életterületedet fel tudod rajta térképezni, stratégiákat tudsz felállítani, és 100%-ban látod, hogy hol tartasz ahhoz képest, ahova egyébként el szeretnél jutni. Akkor most ezt fejtsük ki, ezt az élettortát, mert számomra először tényleg ijesztő volt, és valószínű valamit rosszul gondolok. Van egy torta, és akkor különböző szeleteket vágunk az életünkben fontos dolgoknak, vagy olyan dolgoknak, amiket szeretnénk elérni. Aztán pedig szembesülünk azzal, hogy hát vannak hiányosságaink. Igen, pontosan. Ugye érdemes, én azt gondolom, legalábbis én azok közé tartozom, hogy érdemes ránézni arra, hogy most hogy áll az életünk, meg hogy mit szeretnénk különböző területeken. Lehet ez a munka, lehet ez az önfejlesztés, párkapcsolat, spiritualitás, sport, egészség, stb. Stb. És megnézni, hogy akkor most hol vagyok, és hova szeretnék eljutni. Hogyha ezt ugye meglátom, hogy van egy A és egy B, akkor fel tudok állítani közötte valamilyen stratégiát, folyamatot, tervet, utat, hogy akkor ezt hogy tudom elérni, mert különben fogalmam sincs róla, csak valamit szeretnék. És feltétlenül nekünk egy évre kell tervezni, mert ugye ezek az évrendező füzeteknek benne is van a nevében, hogy egy teljes évet ölelnek fel, de az olyan megfoghatatlan, hogy az ember azt tudja, hogy mit szeretne elérni októberbe vagy novemberbe, mondjuk január környékén, úgyhogy lehet ezt mondjuk csak 3 hónapra tervezni, akár mondjuk tortailag? Természetesen, ez bármennyi időre lehet, tehát itt a fontos az az, hogy ne frusztráljon, tehát ne idegesítsen az, hogy te ezt csinálod, ne rossz érzéssel töltsön el, hanem izgatottsággal, jó érzéssel, hogy fúha, honnan, hova tudok eljutni, és ezt hogy tudom megcsinálni. Tehát ne az legyen, hogy úristen, hogy ez Jézuson mennyi feladat lesz, meg idő, meg stb., hanem jé, ezt így is meg tudom csinálni, és ezt kell hozzá megtennem. De ahhoz, hogy ez jól működjön, én azt gondolom, hogy felelősséget kell vállalni. Tudnunk kell azt, hogy mindent mi okozunk, és hogyha valami nem úgy sikerül, abban nekünk is van részünk. Az emberek többségének talán nem az a hibája, vagy nem az a gyenge pontja, hogy mindig hárít, és nem gondolja azt, hogy valószínű ő a saját sorsának a kovács. Igen, itt rátapintottál valamire, azt hiszem, hogy lehet, hogy pályát tévesztettél, és lehetnél tréner, vagy coach, vagy bármi hasonló. Okay. Szóval igen, ezzel sajnos egyet kell, hogy értsek. Én is egyébként nagyon sokáig hárítottam a felelősséget az életemben, és onnan kezdtem el fejlődni, onnan kezdtek el a jó dolgok indulni, amikor vállaltam a felelősséget, eldöntöttem, hogy minden rajtam múlik, és megnéztem, hogy tudom magamból kihozni a legtöbbet, hogy tudok fejlődni, és ezt hogyan kell megtennem. Jó, de ez borzalmas sok erő kell, hogy az ember így szembe tudjon nézni magával, azt gondolom. Nem gondolom, hogy ehhez borzalmasan sok erő kell, ehhez egy felismerés és egy döntés kell. Legyen. Köszönjük így. Szépen, hogy eljöttél hozzánk. Köszönjük szépen. Nagyon köszönöm a meghívást.